Tudtam, hogy mindenképpen szociális területen szeretnék dolgozni, tehát ez igazából ilyen eldöntött tény volt mindig. Először a klubnak a gondozónője voltam, tehát az időseknek a programjait szerveztem, illetve mindenféle papírmunkát, ami ugye a munkánkhoz tartozik. Idén lesz 14 év, hogy itt dolgozom, és 6 éve vagyok a szakmai vezetője az intézménynek. Szerintem ez már nálam ilyen születéstől, vagy gyerekkoromtól kezdve van bennem ez az óriási szociális érzékenység. Tehát már így emlékszem, hogy óvodában, meg általános iskolában is mindig próbáltam olyanokkal barátkozni, akik valami miatt mondjuk kiszorultak a csoportból, vagy a társaink közül. A gimnáziumban is már valahogy kapcsolatba kerültem olyan családdal, aki rászoruló volt, úgyhogy már akkor is szerveztem mindenféle gyűjtéseket karácsonyra, vagy éppen gyerekeknek, úgyhogy igazából mindig tevékenykedtem. Gyerekkorom óta végigkísér az is, hogy mindig volt a környezetemben olyan gyerek, aki valami miatt más volt. Én mindig nagyon szívesen jövök, szeretek itt lenni, soha nem éreztem tehernek vagy munkának, hanem tényleg olyan, mint igazából a hobbim lenne. Azt érzem, hogy ők talán az utolsó olyan generáció, akik igazi értékeket képviselnek. Tehát akikkel leülünk, és több órán keresztül olyan dolgokról tudunk beszélgetni, ami számomra értékes, és ami érték, és ez a mai világban ugye nagyon elveszik az emberekből, és itt pedig megvan. Tehát itt a napi 8 óránkban olyan dolgokról tudunk beszélgetni, amik tényleg fontosak. Én egyáltalán nem számítottam erre. Tehát mindig úgy voltam vele, hogy ha egyszer ezt a díjat megkapnám, akkor azt gondolom, hogy amit kellett, azt városi szinten elértem, és a munkámba tényleg amit kellett, azt elértem és tettem érte. Én nagyon örülök neki, és nekem ez egy nagyon nagy elismerés. Én tudom, hogy érdemes minden nap bejönnöm és ezt csinálnom, ezért a díjért is, meg nyilván azért, amit én mondjuk visszafele az idősektől, vagy a hozzátartozóktól, vagy akár a városban élő emberektől kapok, akár ismeretlenül is. Ezen a területen csak úgy lehet dolgozni, hogy az ember ezt szívvel, lélekkel csinál, és tényleg ez az élete. Tehát ezt muszájból nem lehet.